Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, hiszen azt hiszem, hogy egy olyan témáról szeretnénk ma beszélni, ami egy olyan csoportról és egy olyan csoportnak szól, akiről nem lehet eleget beszélni. Hadd mutassam be a mai sajtótájékoztató résztvevőit, Soltész Miklós, szociálpolitikáért felelős államtitkár urat, dr. Tapolcai Gergely országgyűlési képviselőt, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének elnökségi tagját, és a jobbomon pedig Orsós Zsoltot, aki egykori paralimpikonként, de most ebben az esetben a szolidaritás nagyköveteként ül itt mellettem. A mai sajtótájékoztató témája az Erzsébet programban nemrégiben kiírt fogyatékossággal élőknek szóló táborok lesz, úgyhogy átadnám a szót államtitkár úrnak, hogy vezesse föl ezt a témát. Köszönöm szépen, én is tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Néhány évvel ezelőtt, amikor eldöntöttük, hogy a kafetéria rendszert átalakítjuk, és annak úgymond hasznát, bevételét más dolgokra fordítjuk, mint ahogy eddig történt, akkor nem reméltük, hogy már egy év után olyan programokat tudunk írni, amely nem csak az időseket segíti, nem csak a családosokat segíti, hanem ami legalább ilyen fontos, a fogyatékossággal élő embereket is segíti. És az a haszon, amit eddig kivittek az országból, ami máshol csapódott le, most ezeknek a társadalmi csoportoknak, ezeknek az embereknek és ezeknek a családoknak az életét segíti egy picit, mégpedig üdüléseken keresztül és különböző táborokon keresztül. Azért hangsúlyozom a kettőt külön, mert már ebben az évben kiírtunk az Erzsébet program keretében egy olyan üdülési lehetőséget, ahol 5000-en vehetnek részt fogyatékossággal élők és hozzátartozóik, és ők már a pályázatokat benyújthatták. Ami nagyon fontos második lépés idén, és mindenképp kiemelném, hogy az a rossz gondolattársítás, amely Balaton öszöthöz kapcsolódik. Mindenki tudja, hogy miről beszélek, egy hazugság időszakát idézte, miközben az ott élő emberek erről nem tehetnek, az ott nyaralók nem tehetnek. Éppen ezért próbáljuk ezt a rossz időszakot valamilyen módon mégiscsak helyre tenni, és ennek az egyik motívuma, vagy egyik üzenete az, hogy Balaton öszödi tábort, illetve üdülőt oly mértékben akadálymentesítettük, hogy most már ott is tudunk fogadni fogyatékossággal élőket, amely azt mutatja, hogy nyitottá akarjuk tenni azt a volt pártállami üdülőt, amelyre csak kiváltságosok kaphattak eddig lehetőséget, és most már így fogyatékossággal élők is oda tudnak menni nyaralni, üdülni. És hát a mostani bejelentésünk, amelyről részletekben Nagy Anna az Erzsébet programnak, nem mondom, hogy anyja, de szóvivője fog beszélni, az pedig azt tartalmazza, hogy több mint közel 400 fogyatékossággal élő, illetve hozzátartozóik mehetnek 4 speciális táborba, ami kimondottan az ő élethelyzetüket segítik, és az ő programjaiknak megfelelőek ezek a táborok. És azt kell mondanom, hogy ennek eredményeképpen olyan családok juthatnak el a táborokba, nagyon olcsón és nagyon magas támogatottsággal, ahol is a minimál bér, az egyfélre jutó minimál bér, ahol nem haladja meg a 98.000 forintot, ott 2000 forintba kerül egyfőre a 6 napos, 5 éjszakás tábor, és mindazoknál a családoknál, ahol ez az összeg meghaladja a minimál bért, ott pedig heti erre az alkalomra 10.000 forintot kell fizetni egyfőre. Én azt gondolom, hogy az a döntés, amelyet meghoztunk a kafetéria rendszer átalakításával, az, hogy az emberek adófizető pénzeit olyan területre irányítottuk át, amely rászorult embereknek, nagycsaládosoknak, időseknek az életét segítik, az mindenképp meghozta a gyümölcsét, és ez a mostani bejelentés, ez a mostani tábor meghirdetés is ezt szolgálja. Köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor szóvivő asszony, parancsolja. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Azt hiszem, nem túlzás az Erzsébet programot európai sikertörténetnek nevezni, hiszen egy olyan szociális program, ami ilyen nagyon sok emberhez ér el, szinte
ritkaság egész Európában, de az egész világon is. És az, hogy a támogatásnak ilyen nagyon magas a mértéke, mint az Erzsébet programban, az is egyedülálló. Hiszen amit államtitkár úr említett, hogy egy egyhetes nyaralást 2000 forintért lehessen elérni úgy, hogy abban szállás van, abban teljes ellátás van, és abban nagyon speciális, nagyon személyre szabott programok, az szinte rendkívüli és nagyon-nagyon kevés helyen található. Az Erzsébet programban az idén eddig, hangsúlyozom, hogy eddig 135 ezer ember nyert olyan lehetőséget, hogy nyaralhatnak, táborozhatnak, üdülhetnek a programban, és nagyjából ezen a nagyságrenden, tehát körülbelül 1-2 ezer forintot fizetnek azok, akik rászorultabb, nehezebb helyzetben élő családban élnek. Ebből a 135 ezer emberből 73 ezer a gyerek. Nagyon sok közülük olyan, aki egyébként egyáltalán nem nyaralna nyáron, csak ebben a programban. Esetleg olyan gyerekek, akik soha nem nyaraltak még életükben. És ahogy államtitkár úr említette, több mint 5000 olyan ember, aki valamilyen fogyatékossággal él. Tehát itt nem csak a mozgáskorlátozottakra kell gondolni, hanem mindenféle más olyan fogyatékosságra is, ami megnehezíti, nehezebbé teszi azt, hogy el lehessen menni pihenni, nyaralni. Ami pedig most újdonság, ami eddig nem volt, az az, hogy első alkalommal speciális táborokat is meghirdetünk fogyatékossággal élőknek, amelyek két kategóriába esnek. Az egyik egy, hát nevezzük úgy, hogy általános táborok, ahova egyénileg is lehet jelentkezni. Vannak külön gyerekeknek és külön felnőtteknek szóló táborok, mind a kettőt olyan komplex fejlesztési program elemekkel szervezték meg azok a civilek, akik egyébként nap mint nap fogyatékossággal élő emberekkel dolgoznak, hogy ne csak egy fejlesztő program legyen belőle, hanem egy valódi balatoni nyaralás. A másik az a úgynevezett tematikus táborok, ahol egyrészt tánc és drámatábor, másrészt pedig alkotótábor lesz, 10 éven felülieknek, tehát ebbe iskoláskorúak, illetve felnőttkorúak is benne vannak. Itt nagyon-nagyon széles a skála. A Magyar Speciális Művészeti Műhely az, aki tartja ezeket a táborokat. Ők közel 20 éve foglalkoznak ilyenfajta munkával, és a batikolástól, a kerámiázáson, a foltvaráson keresztül, a festészetig, rajzolásig, kosárfonásig, fotózásig mindenféle nagyon érdekes program és lehetőség van benne. De emellett, mivel tánctáborról is szó van, olyan koreográfiai, mozgásszínházi elemekkel is megismerkedhetnek a résztvevők, amik azt hiszem, hogy egy ilyen igazi nyári és igazi nyaralós, üdülési hangulatot tud behozni egy ilyen fejlesztő táborban. A díjakról már beszélt államtitkár úr, de talán azt még érdemes hozzátenni, hogy ez a 2000 forint, ez a kísérőkre is vonatkozik. Tehát mindenki hozhat magával kísérőt, a gyerekek akár többet is, tehát egy ilyen családi nyaralásként is felfogható ez a tábor, és nekik is 2000 forintba kerül ez az egy hét, hogyha beleesnek ebbe a 98 ezer forint alatti egy főre első kategóriában. De én azt hiszem, hogy a 10 ezer forint is, hogyha megnézzük a nyári táborok árát úgy általában a piacon, akkor látni fogjuk, hogy 10 ezer forintért bizony semmit nem lehet találni. A táborok jelentkezési határideje május 20-a, tehát még mindenkinek van egy hete arra, hogy megnézze a honlapot, hogy jelentkezzen, és a jelentkezés pedig az erzsébetprogram.hu honlapon keresztül történik, tehát internetes jelentkezéseket várunk. Balatonöszödöt már említette államtitkár úr, ahol éppen múlt héten adták át azokat az apartmanokat, ahol nem csak egy ágyas, pici szobák, hanem olyan nagy apartmanok is elérhetők, ahova az egész család el tud menni nyaralni. De egyébként még más akadálymentesített Erzsébet szállodák is vannak a kínálatunkban, és mivel itt nagyon speciális igényekről beszélünk, több mint 10 olyan külső helyszín, ahol meg lehet oldani az akadálymentesítést akkor, hogyha az Erzsébet szállodákban nincs elég kapacitás rá. Tehát bőven tudunk olyan lehetőséget nyújtani, hogy mindenki nyugodtan tudjon nyaralni, hogy ne szenvedjen semmilyen hátrányt a nyaralás alatt. Én ennyit szerettem volna elmondani, és most átadnám a szót képviselő úrnak, Tapolcai Gergely úrnak. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Amikor megkaptam a felkérést, hogy részt vegyek ezen a sajtótájékoztatón, felmerültek a régi szép emlékek bennem. Én, mint sikett gyerek, én is részt vettem több táborban, integráltan is, szegregáltan is. Egy biztos, minden tábor maradandó élményt adott a gyerek számára. Ez fokozottan érvényes a fogyatékos gyerekek számára is, hogy átélhessék azt a pozitív élményt, amit egy ilyen tábor tud nyújtani nekik. Nem utolsó sorban fontos az is, hogy a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény is, illetve a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény is rögzíti, előírja, hogy a fogyatékos személyeknek joguk van az üdüléshez, a pihenéshez, a szabadidőhöz, olyan értelemben, hogy akadálymentes legyen számukra. Vagyis minden fogyatékos gyerek és fogyatékos felnőttnek joga van ilyen esély, az egyenlő esélyű hozzáféréshez, ezen a területen is. Érdekes apropó, a múlt héten volt a Magyar Turizmus ZRT pályázatának az eredményhirdetése, ami arról szólt, hogy akadálymentes turisztikai destinációkra lehetett pályázni, különböző helyszínekre. Különböző helyszínek adták be a pályázatokat, akadálymentes szállodák, akadálymentes közlekedés, akadálymentes üdülés bármilyen témában. Az összes pályázat az összes pályázó megpróbálta a legjobb akadálymentes szolgáltatást adni az üdülésben. Vagyis az a cél, hogy a fogyatékos személyek önállóan is lehetőségük legyen az üdüléshez. Nagyon, nagyon jó példa erre a kormánynak a mostani programja, az Erzsébet táborokon keresztül a fogyatékos gyerekek is megtapasztalhatják, bármilyen formában is, az önálló nyaralás élményét, plusz programokat kapnak, amiket a művészet által különböző programokat kapnak még. Nagyon sok sikert kívánok ennek a programnak a lebonyolításához. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt azért még hadd tegyem hozzá, hogy ezen a bizonyos múlt heti eseményen, ahol már a döntőbe jutott szálláshelyek voltak, az egyik éppen a nyitottnál jutott a Fecske-Palotban, úgyhogy nagy örömmel láttuk, hogy ilyen nagyon rendes döntőbe bejutott az Erzsébet programnak, az Erzsébet táboroknak az egyik partnere. És akkor most átadnám a szót Orsó Zsoltnak. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Én is egy személyes élménnyel szeretném kezdeni. 2010-ben államtitkár úr, amikor elindított, mint a szolidaritás nagykövetét, a legelső alkalommal Nagy Anna szóvívő asszony is jelen volt ezen a programon, és akkor azt a célt határozta meg államtitkárságunk, hogy minél több egészséges gyerekkel ismertessük meg azt, hogy milyen egy fogyatékos embernek a mindennapjai, milyen egy fogyatékos embernek a hétköznapjai, hogyan lehet velünk együtt dolgozni, együtt élni, együtt létezni, hogyan lehet velünk közös örömeket átélni. Gyakorlatilag most már a program eljutott odáig, hogy több mint 400 alkalommal részt vettünk gimnáziumi órákon, illetve a nyári időszakban az Ánkai ifjúsági táborba tartottunk előadásokat, és itt kapcsolódik a program és az Erzsébet tábor egymáshoz, mert idén először a program el fog jutni minél több Erzsébet táborba, és ahol meg fogjuk ismertetni a gyerekeket a fogyatékos emberekkel, meg fogjuk ismertetni a gyerekeket a csörgőlabdázással, azokat az egészséges gyerekeket, akik eddig nem találkoztak fogyatékos emberrel, meg tudjuk egy olyan közvetlen stílusba szólítani, hogy merjenek felénk nyitni.
Mivel lesz ez több, mint az adott esetben a gimnáziumi órák? Ugye gimnáziumban nagyon sokszor két óra áll rendelkezésünkre arra, hogy ezekkel a fiatalokkal kapcsolatot teremtsünk. Hát ezekben a táborokban valószínű kötetlenebb lesz a dolog, tehát remélem, hogy minél több pozitív élménnyel fogunk távozni, és tényleg megismertetjük a fiatalokat avval, hogy hogyan lehet nyáron is szórakozni, sportolva szórakozni, és mellette még tényleg adott esetben találkoznak egy fogyatékos emberrel, és remélem, hogy ez mindegyikünknek nagy élmény lesz. Nagyon szépen köszönöm, Zsolt. Akkor zárásként még csak annyit, hogy ahogy mondtam, az idén 135 ezer ember az, aki már nyert nyaralási üdülési lehetőséget, de mivel még jó néhány pályázatunk nyitva van, vannak olyan pályázatok, amik május 20-áig emellett a négy tábor mellett is, illetve vannak még olyan őszi kirándulási lehetőségek, amik kifejezetten iskoláknak szólnak, ezért még ez a szám valószínűleg jó néhány ezerrel vagy tízezerrel emelkedni fog az év végéig. Jelen pillanatban 3 milliárd forint áll a rendelkezésre, tehát ez a programnak ebben a pillanatban az idei költségvetése. És hát nagyon fontos azt még egyszer hangsúlyozni, amit államtitkár úr is mondott, hogy ebből a 3 milliárd forintból nincsen egyetlen egy fillér állami támogatás sem, ebben nincsen költségvetési pénz. Ennek a 3 milliárd forintnak minden fillére abból jön, ami az Erzsébet utalványok forgalmazásából származó bevétel. Tehát azt gondolom, hogy az utalványok forgalmazása nem csak azokat segíti, akik elköltik ezeket az utalványokat a boltokban, hanem ahogy látszik, azokat a gyerekeket is, azokat a családokat is, azokat a nyugdíjasokat, vagy éppen fogyatékossággal élőket is, akiknek a nyaralását, táborozását segíteni fogja az ebből befolyó összeg.